A londoni British Múzeum egyike a világ legnagyobb, az emberi történelemmel és kultúrával foglalkozó múzeumainak. Gyűjteményei a kezdetektől a jelenkorig mutatják be az emberiség történetét. Most a legendás kereskedelmi útvonalról, az Ázsiát Európával összekötő Sejem útról nyílt exkluzív kiállítás. A Sejem út Kínát a földközi tenger mellékével összekötő eurázsiai közlekedési útvonal nem csupán kereskedelmi célokra szolgált, hanem a nyugat és a kelet nagy civilizációinak találkozási pontja is volt. A Krisztus előtti második századtól kezdődően több mint egy évezreden át sejmet, luxuscikkeket és egyéb kereskedelmi árukat szállítottak és cseréltek az útmenti városokban, oázisokban, de egyben eszmék, vallási tanok, művészeti stílusok, technológiák terjedésének és meghonosodásának szintere is volt. A kínai, az indiai, az iráni, valamint a klasszikus nyugati kultúra keveredett és hatott itt egymásra. Ezt a varázslatos világot tárja elénk a londoni British Múzeum új kiállítása. Ez a kiállítás egy egészen más köntösben mutatja be a Sejem utat, mint amire egyesek számíthatnak. Tehát nem egyetlen a kelet és a nyugat közötti kereskedelmi útvonalként mutatja be, hanem inkább összefüggő hálózatként gondolunk rá, amely Ázsia, Afrika és Európa közösségeit köti össze. Megmutatjuk, hogy ezek az útvonalak minden irányba futnak, nem csak kelet és nyugat között, hanem minden égtáj felé. És megmutatjuk azt is, hogy nem csak a sejemre, a fűszerekre és a különböző portékákra gondolunk, amikor a Sejem útra gondolunk, hanem emberekre, tárgyakra és eszmékre is, amelyek olykor nagy távolságokat tesznek meg, nem csak szárazföldön, hanem vízen is. A kiállítás megálmodói szándékosan tették többes számba és nevezték el a tárlatot Sejem utaknak, ezzel is utalva arra, a Sejem út több fontos területet kötött össze. Különböző régiók, különböző civilizációi találkoztak itt. Többek között kínai kerámiák, bizánci ékszerek és a legkorábbi ismert sakkfigurák csoportja is felelhető a kiállított tárgyak között. Nos, a Sejem útnak nagyon gazdag történelme van, de mi egy igazán érdekes 500 éves fejezetet választottunk ebből a hosszú történelemből, körülbelül 500 és 1000 között. Ez idő alatt a Sejem út hálózatai mentén rengeteg tevékenység zajlott. Így például láthatjuk, hogy a különböző poliszok és birodalmak hogyan emelkednek fel. Láthatjuk a kereszténységet, a buddhizmust és az iszlámot, amelyek szintén átvonulnak a térképünkön. A vallás az egyik módja annak, ahogyan a közösség összekapcsolódnak egymással, néha hatalmas távolságokon keresztül is. A népek vándorlását is látjuk a térképünkön, és kereskedelmi fellendülést, amelyet korábban nem tapasztaltunk. A kiállítás nemzetközi partnerekkel együttműködve számos régióból és kultúrából származó örökséget mutat be. A British Múzeum gyűjteményéből származó tárgyak mellett találkozhatunk Üzbegisztánból és Tadzsikisztánból származó, az Egyesült Királyságban még soha nem látott tárgyakkal is. A gyűjtemény kiemelkedő darabjai közé tartoznak a Közép-Ázsiából kölcsönzött tárgyak, mint például az üzbegisztáni Szamarkandban, egy arisztokrata ház fogadó csarnokában talált nagyméretű freskó, valamint a Galloway hordból származó aranyozott ezüst pohár, amelyet a Skót Nemzeti Múzeum ajánlott fel a kiállításra. Olyan sok kiemelkedő tárgy van ezen a kiállításon, hogy nehéz egyet választani, de hogy csak néhány érdekes darabot említsek, az első, amelyen látogatók találkozhatnak, egy kis Buddha figura, amely a mai Pakisztán területén készült, de valójában egy kis svédországi tószigetről került elő. Ez sokak számára meglepő lehet, de ha végig mennek a kiállításon, megértik, hogyan történhetett meg. További látványosságok a tárlat Közép-Ázsiából kölcsönzött elemei, amelyek először láthatóak az egyes Királyságban. A tadzsikisztáni és üzbegisztáni kollégáinktól kaptuk őket. A különböző kiállított tárgyak mellett az érdeklődők megismerkedhetnek a korból származó legendás alakokkal és történetekkel is. Úgy, mint Willy Bold, aki egy zseniális angol balzsamcsempész volt, és egy legendás kínai hercegnővel is, aki megosztotta új királyságával a sejem termesztés titkait. A Sejem utak kiállítás, amely a világtörténelem egy meghatározó kereskedelmi útvonalát mutatja be, februárig látható a londoni British Múzeumban.